ez nem az a srác, majd törjük a csendet. Sziasztok! Bizonyára mindannyiótoknak van olyan zenéje, amit ha meghallasz, valósággal kirohannál a világból. Nos bizony, nekem is van ilyenből bőven. Szóval össze is állítottam egy listát azokról az általam ismert dalokról, amik szerintem a legidegesítőbbek a világon. Ever. Biztos vagyok benne, hogy lesz néhány ismerős darab, amivel egyáltalán nem értetek egyet, meg olyan is, amivel abszolút egyet fogtok érteni, de hát ez a szépsége ennek az egésznek. Én azt mondom, vágjunk is bele! A 2010 környékén, amikor Justin Bieber hatalmas sikereket ért el a tengeren túlon, és ezzel együtt ki is idegelt rengeteg embert is, a Viva TV-nek támadt egy zseniális ötlete, hogy mi lenne, ha megcsinálnánk a magyar Biebert. Mert nem, biztos recept, mi mehet félre? Nagyjából minden. És bármi. És bizony, meg is csinálták MM, azaz Márton Máté személyében. MM két slágergyanús hitszonggal jelentkezett 2011 elején, az egyik a Te vagy az a lány címet viselte, míg a másik a Sunshine Beach Forever névre lett keresztelve. Sunshine Beach, tücsök! Köcsön. Ezek a klippes dalok pedig, ahogy az várható is volt, rövid idő alatt hatalmas nézettségre tettek szert, de azért tegyük hozzá, hogy az akkori mércével mérve. Tehát manapság egy 2 milliós megtekintés már nem számít olyan iszonyatos nagy berobbanásnak, viszont akkoriban 10 évvel ezelőtt még nagyjából a csillagos eget jelentette. Rossz hír azonban, hogy az emberek többségének egyáltalán nem nyert el a tetszését a low budget magyar Bieber. Elég, ha csak annyit mondok, hogy akit Bieber Baby című slágere idegesített, az a Sunshine Beach Forever című műremek után maradandó károsodást és poszttraumatikus stressz-szindrómát szenvedett el. És ezt megfejelve még volt is egy mindenki által folyamatosan félrehallott sor is a dalban, amit mindenki úgy értett, hogy meg szárazon. Szóval az egész gagyi volt és kínos úgy, ahogy volt, ahogy erre számítani is lehetett, amikor egy külföldi megosztó példát másolsz. Mondjuk egyetlen pozitívumként azért ki kell emelni, hogy a klipben feltűnik egy tucatnyi csinos csajszi, az már más kérdés, hogy őket vajon hogyan is tudták rávenni, hogy részt vegyenek ebben a szellemi kútmérgezésben. Még mindig 2011-ben járunk, amikor Rebecca Black nevét egy csapásra ismerte és gyűlölte meg a világ egyszerre. Az édesanyja nyomására rivalda fénybe állított Rebecca megkérdőjelezhető énektudásával és általánosságban dilettánsan gagyi dalával sokkolt mindenkit. Szinte nem volt olyan ember, aki ne gyűlölte volna. Több tízezren kommenteltek a Friday klipje alá és küldték előtt melegebb éghajlatra. Ráadásul a videóklippen több millió dislike is van, ami azért annyira nem meglepő, hiszen több mint 100 millióan megnézték ezt a szégyen teljes klippet. Szegény Rebecca azért talán annyi bántalmazást nem érdemelt, mint amennyit kapott, végül is csak létrehozott egy halláskárosító fegyvert a Friday képében. A dal mindamellett, hogy rettentően idegesítő, még fájóan butuska is. Konkrétan az első verzében több soron keresztül arról van szó, hogy Rebecca nem tudja eldönteni, hogy melyik ülésbe tegye le a popóját a barátja kabriójában. Arról már ne is beszéljünk, hogy az mennyire reális, hogy általános iskolai gyerekek egy kabrióban furikázzák el magukat a buliba, de Amerikában járunk, úgyhogy ezt inkább már meg se kérdőjelezem. Ez tényleg már csak a jéghegy csúcsa. Drága kis hazánkban egyébként Dorina valósította meg a magyar Friday-t a Bully Bully című slágerével. Bár hogyha egészen őszinte szeretnék lenni, akkor azt mondanám, hogy Dorina dala még egy fokkal jobban is sikerült. Mondjuk, valljuk be, ezt nem volt túl nehéz elérni. Rebecca-nak egyébként azóta is jelentek meg új dalai, és itt már az éneklés is egész elfogadhatónak hangzik. Legalábbis mondhatjuk azt, hogy elérték, hogy hallgathatóak legyenek ezek a dalok, ami már egy nagy eredmény. Rebecca tehetségét azonban még mindig nagyítóval kell keresnünk, és még akkor sem biztos, hogy megtaláljuk. Elérkeztünk 2020 igazi katasztrófájához és tömegpusztító fegyveréhez, vagyis a Dance Monkey című borzadványhoz, ami tavaly futó tűzként söpört végig a világon. Ami alapból nem is lenne gond, az egészben inkább az a durva, hogy ez a dal még tetszett is az embereknek. Számomra teljesen felfoghatatlan, hogy egy ilyen idegesítő, rikácsolós vokál és egy kretén dalszöveg hogyan tud ilyen hatalmas sikereket elérni. De ez nyilvánvalóan az én szegénységi bizonyítványomhoz írható. Mert hát nem én szabom meg a TikTok trendeket, hanem sokkal inkább az ilyen dilettáns fércművek. 2020 folyamán sajnos nem sok alkalmam volt diszkóba menni, de egészen biztos vagyok benne, hogy rengeteget pörgették volna ezt a dalt, és én ki is használtam volna ezt a pisi szünetek megejtésére, hogy ne kelljen végigélveznem ezt az agybomlasztó iszonyatot, amit Dance Monkey-nak neveznek. Tisztára felidegelem magamat, még ha csak szóba is kerül ez a dal, úgyhogy inkább menjünk tovább. A fiatalabb generációnak valószínűleg nem mond sokat a Las Ketchup szongja, de biztosíthatlak benneteket, hogy ez volt a 2000-es évek Dance Monkey-ja. Mindenhol ez ment. A rádióban, a tévében, az interneten, már amennyi internetünk volt. Szóval amit csak el tudtok képzelni. Bizony még a csapból is szólt az A dal ráadásul annyira megihlette az embereket, hogy sokan úgy gondolták, hogy a tehetségkutatókban is nagyobb eséllyel indulnak, hogyha ezt a szongot adják elő. És hát elő is adták kisebb-nagyobb, de inkább kisebb sikerekkel. Fun fact egyébként, hogy a mai napig egy árva kukkot sem értek a dalszövegből. Fluor Tomi híres hírhet Mizuja bizony január 4-én töltötte be a 10. életévét. Tehát immár egy évtizede annak, hogy Fluor eladta magát a médiának. Eladtam magamat a médiának, mert pénzért rappelni még királyabb. Ilyenkor érzem aztán igazán boomernek magamat. Mit is lehetne mondani magáról a dalról? Pixa keze benne van a dologban, és ez erősen érzik is magán a végeredményen. Szándékosan trash, és egyértelműen gagyi is, pláne mai szemmel, de mégis van egyfajta beteges bája. Fluor bizony kimaxolta a hülye gyerek imidzsét, csak azért, hogy aztán később ebből is kihátrálva, Diazzal karöltve sikerre vigyék a Well Hello-t. Sokat elárul egyébként a videó alatt letiltott komment szekció is, ami csak azt bizonyítja, hogy a Mizu egyáltalán nem nyerte el minden ember tetszését, és akkor finoman fogalmaztam. Minden esetre azt elmondhatjuk, hogy nézettségben hatalmasat robbantott, még mai szemmel nézve is. A zenetévék és a rádiók is egyaránt előszeretettel játszották a Mizut, egészen addig, amíg Fluor tiltó listára nem került egy egészen kényes ügy és a nyomában kialakuló komoly per miatt. De ez bizony már egy másik történet. Nos, kezdetnek ennyi dal fér bele az idegesítő zenékről szóló videómba. Ha esetleg van tippetek, hogy mit mutassak be legközelebb, amiről esetleg most megfeledkeztem, akkor mindenképpen írjátok meg a komment szekcióban. Ha tetszett a videó és szeretnétek még ehhez hasonlót látni, azt jelezhetitek egy lájkkal és egy feliratkozással, illetve Instán és Facen is tudtok követni, linkek a leírásban. Én köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, és ezt nem fenyegetésből mondtam. Sziasztok! Legyen a téma az utóbbi tetszett, iratkozz fel, a csengőt fejeld meg.